A Mi Hazánk mozgalom szerint a szabadságjog súlyos korlátozását jelenti a kormánynak azon szándéka, hogy szűkíteni szeretné, sőt, megszüntetné a készpénz használatot. Természetesen mi is tudjuk támogatni a digitális megoldásokat, de csak abban az esetben, ha semmilyen hátrány nem éri azokat, akik vagy nem szeretnék, vagy nem tudják ezeket a technikai újításokat használni. A készpénz az emberi szabadság meghatározó összetevője. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon is totális kontroll alá lehessen venni az embereket ennek a készpénz használatnak a visszaszorításával. A kormány bevallotta és szándékában áll a készpénz használatot korlátozni, sőt, ha tehetné, még akár meg is szüntetni. Ez mindenképpen az emberi szabadságjog megsértése. Már is mondok egy példát. Például, hogyha mi parkolunk egy mélygarázsban, és szeretnénk onnan kijönni, de éppen csak készpénz van nálunk, mert mondjuk a kártyánk lejárt, vagy éppen nem hoztuk magunkkal, a telefonunk éppen nem működik, lemerült, vagy elhagytuk, akkor nem tudunk kijönni a mélygarázsból. Alapvető szabadságjogot sért. Nem is értem Magyarországon, miért engednek üzembe helyezni olyan automatákat, amiben nincsen készpénz befizetési opció. Az intézkedések első körében a pályaudvarokon vezették be a készpénz használatot nélkülöző típusú automatákat, rákényszerítve mindenkit, aki Budapestre érkezik arra, hogy bankkártyát használjon. A bankkártya használat egyfajta előnyt jelenthet annak, aki rendelkezik vele, viszont teljes hátrányt annak, aki csak készpénzzel rendelkezik. Mi ezt nem engedhetjük meg, az emberek között nem lehet különbséget tenni azáltal, hogy van-e bankkártyájuk vagy nincsen. Tapasztalati tény, hogy ahogy Klaus Schwab kezében megmozdul a karmesteri pálca, az utasításait vakon végrehajtja a nemzetközi globalista elit. Ugyanez történik Budapest fővárosában is. Egy lépéssel közelebb kerültünk a készpénzmentes társadalom megvalósulása felé. Karácsony Gergelyék elrendelték ugyanis, hogy a BKK automaták legyenek mostantól csak bankkártyával elérhetőek. Ez lehet, hogy kis lépésnek tűnik, de ne felejtse el senki azt a történetet a BK-ról, aki nem veszi észre, hogy megfőzik, amikor lassan adagolva emelik a főzővízének a hőmérsékletét. A Mi Hazánk mozgalom mindent megtesz azért, hogy ezeket a lépéseket megakadályozza, elkerüljük a készpénzmentes társadalom utópiáját, és alkotmányos védelmet nyújtsunk a készpénz használatnak Magyarországon. Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon totális kontroll alá vegyék az embereket azzal, hogy megvonják a készpénz használati lehetőséget. A Mi Hazánk mozgalom ezt nem hagyja. Alaptörvénymódosítást kezdeményeztünk, sőt, aláírásokat gyűjtöttünk és gyűjtünk a mai napig azért, hogy a készpénz használatot védeni tudjuk. Elfogadhatatlan, hogy ez az alapvető jogunk, mint a készpénz használat, ezt szűkíteni próbálják, mi azt szeretnénk, hogy ez megmaradjon, már csak azért is, hogy ne lehessünk fogjai ennek a globalista új világrendnek. Nem vagyunk ellene a digitális fejlődésnek, minden technikai fejlesztés támogatandó. De ez nem történhet, nem valósulhat meg a készpénz használat rovására. Ugye nem akarunk erre a sorsra jutni. És én arra biztatok mindenkit, hogy ha lehet, akkor használjon készpénzt. Csak azért, mert ez a szabadságunk záloga.